Stócokban a tankönyvek a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tornatermében. A szám szerint 8606 darab példány pénteken érkezett meg a 4 év folyamos iskolába, hogy ősztől az idejáró mintegy 700 diák tanulását segítse. A kiszállításuk egy hosszú folyamat egyik állomása, amely már tavasszal elkezdődött. Abban az időszakban kezdődött most meg a tankönyvrendelés, amikor a vírus helyzet a tetőfokára hágott, de ez nem befolyásolta a sikeres tankönyvrendelést. A kollégák eldöntötték a tankönyvlistából, hogy milyen könyveket szeretnének rendelni, és mivel ettől az évtől minden tanuló ingyenesen kapja a tankönyvet minden évfolyamon, ez nálunk 700 tanulót jelent, így nem kellett külön az engedélyeket és a kedvezményekhez szükséges igazolásokat becsatolni, tehát gördülékenyen ment a tankönyvrendelés. Maszkban évfolyamonként és tantárgyanként csoportosítják a köteteket a közösségi szolgálatukat teljesítő diákok és az iskola munkatársai. Ha hiány tapasztalnak, az intézmény a központi tankönyvellátónak jelzi azt, amely még a nyáron pótolja a példányokat. A tanulók szeptember 1-én fogják megkapni, addig a kollégák és a közösségi szolgálatot végző diákok elrendezik a tankönyveket évfolyamonként, osztályonként, hogy az első tanítási napon, azaz szeptember 1-én mindenki megkaphassa, és utána pedig forgathassa az új tankönyveket. Ingyenes tételük kiterjesztése mintegy 13,5 milliárd forintba kerül, és országszerte nagyjából 1,2 millió tanulót érint. Ha a tartalmukban nem is sokat változtak, borítójuk mindenképpen új ezeknek a könyveknek. Idén ősszel lép életbe a módosított nemzeti alaptanterv, ehhez készültek már ezek a kötetek is. Újdonság az is, hogy az informatika tantárgyat a digitális kultúra váltja fel, amely 3 fő témakör a digitális írástudás, a probléma megoldás és az információs technológiák köré épül. Az eddigiektől tehát egy jóval komplexebb tudást adnak majd át a tanulóknak, akik közül a 9-esek egyebek mellett videót állítanak össze, logót és weblapot készítenek majd.